Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Kecskeméten kikaptak, szombaton Debrecenben játszanak a Kékcápák. Negyedik mérkőzését is megnyerte a nyírbátori férfi kézilabda csapat. Emléktáblát avattak Sitko Ernő tiszteletére a Korányi gimnáziumban. Vereséggel kezdte a bajnokságot a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A Kékcápák az NB1 átcsoport nyitófordulójában Kecskeméten léptek pályára, és 79-55-ös vereséget szenvedtek a hazaiaktól. Az első meccs minden csapat számára egy picit ugrás a sötétbe, te milyen instrukciókkal, elvárásokkal küldted pályára a csapatot Kecskeméten? Azt próbáltuk, hogy ugyanazt az energiát, amit felkészülési meccseken hoztuk, azt próbáljuk megcsinálni, illetve a lepattanó harcot, illetve az eladott labdák, lepattanó harcot megnyerni, illetve az eladott labdák számát limitálni. Ez félig meddig jött be, hiszen a lepattanó harcot ugyan megnyertük, viszont rengeteg eladott labdánk volt. Ha az eredményeket nézzük, a negyedek eredményét, akkor a második negyed lehetett döntő, így volt? Igen, sajnos ez felkészülésen is bajunk volt, hogy mindig volt egy, nagyon játszottunk sokszor, de mindig volt egy negyed, amikor teljesen áramszünet volt idézőjelben. Ez sajnos most is bekövetkezett. Próbáltuk megtalálni az okát csapatszinten, egyéni szinten, még kicsikét útkeresésben vagyunk. A mérkőzés előtt azt mondtad, hogy a rutin és a fiatalság csatája lesz ez a mérkőzés. A rutin döntött el ezek szerint ezt a meccset? Inkább azt mondanám, hogy a hibákat, amiket védettünk, a Kecskemét kegyetlenül mindig kihasználta. Hogy most ez rutin, nem rutin, azt nem tudom megmondani, de tény, hogy minden egyes hibánkat megbüntették, és sajnos az eladott labdák is mutatják, hogy az hibákból elég sok volt, és ez így együtt sok volt. Azt el kell mondjam, hogy sajnos nagyon rosszul dobtunk üres helyzetből, tehát még az sem esett be, ami egyébként beszokott esni, illetve plusz az eladott labdákkal, ezt azért nem bírtuk el. Ha pozitívumokat keresünk a mérkőzésben, találunk? Egyértelmű, hiszen második fél időre úgy gondolom, hogy egy olyan mentalitással jöttünk ki, amit el is várok a csapattól, illetve amit a felkészülésen meg is mutattak. Másik fél, azt mondom, hogy egál volt, úgyhogy a Kecskemét azért a kulcsjátékosait egész sokáig játszotta, tehát az utolsó két percre hozta le csak őket. Tehát ez mindenféleképpen pozitívum. Remélem, hogy mindenki a lámpalázat ezzel levetkőzte, és elkezdődött a bajnokság, mert egy kicsit ezt is éreztem a csapaton, akár a légiósoknál is, hogy újdonság volt nekik, akár a környezet, akár az ellenfél, a hangulat. Az első 20 perc még egy kicsit ráment erre. Ezen mondom, remélem túllendülünk, de sajnos, mivel fiatal csapat vagyunk, ez ritkán, de benne van. Sajnálom, hogy ez pont az első mérkőzésen így kijött. A sorsolás úgy hozta, hogy hazai meccs helyett egy újabb idegenbeli mérkőzés következik, Debrecenben léptek pályára, az sem lesz könnyebb. Igen, hát a Debrecen magasabb célokért küzd, mint mi, úgy sívítették a csapatot, viszont egy nagyon nagy pofonba szaladtak bele, tőlünk is nagyon pofonba szaladtak bele Sopronban, tehát biztos, hogy mindent meg fognak tenni, hogy megnyerjék ezt a mérkőzést. Olyan szempontból ők az esélyesek, hogy hazai pálya, illetve komolyabb játékosaik vannak, de ha ezeket ki tudjuk javítani, illetve a másik félidőt tudjuk produkálni, azt, amit Kecskeméten produkáltunk, akkor úgy gondolom, hogy nem szabad lemondanunk a bravúr lehetőségéről. A felkészülési meccsek nagyon fontos, csak egy felkészülési időszakban, de egy éles bajnok és meccs már teljesen más. Milyen célokkal, reményekkel, érzésekkel léptetek pályára Kecskeméten a nyitófordulóban? Azt gondolom, hogy a felkészülés jól sikerült, próbáltunk olyan csapatokkal játszani, akik nagyjából egy szint, akikkel majd fogunk a bajnokságban. Sajnos az első mérkőzés számunkra nem sikerült jól, hiszen egy nagy arányú vereségbe futottunk bele, de azt gondolom, hogy ez időben jött, egy jó pofon volt a csapatnak, és próbálunk ebből tanulni, és természetesen a következő bajnoki javítani szeretnénk. A Nyíregyháza egy fiatal csapat, a Kecskemét pedig talán azt lehet mondani, hogy mezőny egyik legrutinosabb játékosokat felvonultató csapata. Évek óta játszanak sokan együtt, ez jelentette a különbséget? Igen, ez is volt az előnyük, hogy már nagyon régóta együtt vannak. Mi meg nem voltunk elég rutinosak, mivel hogy nagyon fiatal csapatunk van. Természetesen meg szeretném próbálni ezt kijavítani, és tapasztalatokat szerezni minden egyes mérkőzésen. Ez volt az első forduló, rengeteg meccs van még hátra. Ugye egy újonnan épülő csapatnál meccsről meccsre lehet fejlődni. Miben szeretnétek leginkább előrelépni a következő Debrecen elleni meccsig? Elsősorban a védekezésben, és azt gondolom, hogy ha ebben sikerül, ez már fogja magával hozni a támadást, de azt mondhatom, hogy a játék minden elmében fejlődnünk kell.
negyedik mérkőzését is megnyerte az NB2 északkeleti csoportjában a nyírbátori férfi kézilabda csapat. Falcsik Miklós együttese a Fehérgyarmatot fogadta, és 36-28-ra vert ellenfelét. Egy megyei rangadó mindig megyei rangadó, de mielőtt a meccsről beszélünk, talán egy pici pikantériája van, hogy pont a Fehérgyarmat ellen meccseltél. Milyen érzésekkel kezdted el a meccset? Nem először van már ilyen, és ezt idézőjelben mondom, sajnos. Én is szívesebben lennék a Fehérgyarmati kispadon. Közelebb van ugye nekem, helyben lenni, nem kellene utazzak. Sors így hozta. Értem szerint ez egy nagyon nehéz dolog fejben nekem ezt helyre rakni, de fél profinak kell lenni, vagy profinak, és most jelen pillanatban Nyírbátorba építünk egy csapatot, vagy legalábbis folytatjuk azt a munkát, amit elkezdett Molnár András barátom, és megpróbáljuk minél sikeresebben zárni majd a bajnoki szezont. Nem egyszerű, de itt mérkőzés közben az ember azért átlendül ezen a történeten, és nem foglalkozik vele. Tudjuk, hogy a zöldbe vagyunk, az ellenfél kékbe, és akkor ez innentől kezdve nem probléma. Nem kezdte jól a meccset a Nyírbát, aztán volt egy időkérés, onnan rögtön megfordult a meccs. Mit mondtál az időkérés, vagy mitől fordult meg a meccs, inkább akkor úgy kérdezem? Szerintem mentális probléma volt. Tehát semmi olyan okos dolgot nem sikerült mondjak, vagy nem is kellett mondjak szerintem, és helyére kerültek a dolgok. Egyszerűen behagytuk az öltözőbe a meszt, vagy magunkat, és csak a meszt küldtük ki. Nem tudom, mi történt, de így nem lehet egy Fehérgyarmat ellen kézilabdázni. Úgyhogy ott gyorsan helyre raktuk a fejbe a történetet, és onnantól kezdve tényleg az volt, amit mi szerettünk volna a pályán. A meccs végén is volt két időkérés, amit az eredmény nem indokolt. Miért kérted ki azt a két időt? Szerettem volna mindenképpen adni játék lehetőséget a fiataloknak. Az elsőt azért kértem ki, mert még 55 perc előtt, hogy a harmadikat is ki tudjam kérni, és akkor meg tudjam csinálni ezt a cserét. Tulajdonképpen taktikai értéke nem volt ennek a történetnek. Annyi csak, hogy a fiatalokat is szerettem volna nem csak védekezésben, hanem támadás védekezésben is. Tehát hadd szokják, folyamatosan egyre több lehetőséget szeretnék adni ezeknek a fiúknak, akik nagyon becsületesen dolgoznak. Van úgy, hogy itt vannak ifi vagy cserlő edzésen, és még utána felnőtt még edzésen is itt maradnak este fél kilencig, mire hazaérnek. Úgyhogy le a kalappal előttük, mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy minél többet játszhassanak. Négy forduló telt el, ugye az elmúlt két év bajnok csapatáról van szó, négy meccs, négy győzelem. Az volt a bajnokság előtt a célkitűzés, hogy az első öt hely valamelyike. Ezek után újra gombolját a kabátot, vagy marad ugyanaz a célkitűzés? Nem vagyunk mi szabók, úgyhogy nem fogunk mi új kabátot varni sem, szabni sem. Mi végezzük a dolgunkat, becsületesen felkészülünk minden mérkőzésre, és ami bennünk van, azt megpróbáljuk a pályára vinni, és az eredményben realizálni. Természetesen minden csapat ellen más és más taktikával kell pályára lépjünk. Itt most nagyon jól működött az, hogy viszonylag jó védekezés, nagyon-nagyon jó kapus teljesítmény, és ebből villámgyorsan rendezetlen védelmen befejezett támadások, amikkel tulajdonképpen demoralizálni lehet az ellenfelet, mint ahogy lehetett látni, eléggé a cipőorát nézte mindenki már a Fehérgyarmattól, és ez nem véletlen, tehát ezt nekünk ki kell használni, hogy ilyen szélsőink vannak, hogy ilyen jó védekező tevékenységet tudunk folytatni, vagy amikor hibázunk a védekezésbe, akkor van egy, utána van egy másik, még egy nagyon jó kapus. Szokták kérdezni, mi kell ahhoz, hogy legyenek nézők, azt szokták rámondani, hogy győzelmek. Most megteltek a pasiolok, és van egy kis szurkolótábor, hangosan, lelkesen, zsippa a dobbal. Mennyi segítenek? Nagyon sokat segítenek. Tehát nekem nagyon szokatlan ez a közeg. Tehát én Máté Szalkán is, amikor edzősködtem és Fehérgyarmaton, meg aztán főleg ott 500 ember a torka szakadtából üvöltözte mindig a hajrá Fehérgyarmatot, úgyhogy egy kicsit ezt hiányolom, de megértő is vagyok minden szempontból, mert azért az a közeg, ami Fehérgyarmaton van, az már nagyon-nagyon régóta megteremtődött. Még annó Petelman István kollégámmal ő kezdte el, és akkor én folytattam tovább, illetve együtt folytattuk, majd én fejeztem be, úgy néz ki. És itt viszont nagyon sok évén keresztül nem volt nyírbátori kézilabda, és most le a kalappal Makrai úr meg a Petnázi Zsolt, aki nagyon sokat tesznek azért, hogy itt a nyírbátori kézilabda működjön. Vissza kell ezt a közeget állítani, jó mérkőzéseket kell játszani, igen, győzni kell, és a közönség fog jönni remélhetőleg. Nagyjából lehet sejteni az erőviszonyokat, mégis mivel küldted a csapatot pályára, és mit kaptál vissza abból, amit kértél?
Igazából az első 10 percben kaptam vissza, amit megbeszéltük egész héten. Gyakoroltuk a széles mozgásból lövők lőjenek, igazából ez meg is valósult, és a beállós lemozgása. Az első 10 percben úgy, amit kértem a védekezésben, úgy a támadásban ez megvalósult. Utána volt egy törés, ami Falcsik Miklós tanár úr ugye időt kért, rendezte a sorokat. Mi ezáltal nem tudtunk rendezni, utána én is időt kértem, és egyszerűen se dinamikába, se az, amit kértem, nem voltunk ott abszolút fejben, nem voltak ott a srácok, sajnálom amúgy, mert teljesen úgy készültünk az egész héten, hogy dinamikában, gyorsaságban, lövőerőben jobbak leszünk, mint esetleg a Nyírbától, és játszunk egy szoros meccset. Azt észre lehetett venni, hogy Rád és Páncél Zolira kifejezetten készültek a hazaiak, te készültetek erre? Igen, nyilván készültünk, pont azért is, mint ahogy észre lehetett venni az én játékomban, hogy inkább nem is lőttem, hanem inkább osztogattam. Hál' Istennek ez úgy gondolom, ha most magamat úgy nagyjából értékelem, meg is valósult, mert úgy a beállósnak, úgy a 1-2 között lévő átlőknek tudtam segíteni. Nyilván itt Zolinak beszükült a játéka. Sajnos ez már nem az első meccse, hogy beszükül. Dolgozunk rajta, hogy ezt kijavítsuk, de egy a problémám, hogy igazából addig, ameddig nincs átlövés, nincs egyegyezés, addig hiába fogok bármit is kérni, bármit is gyakorolni, ha meccsen nem valósítjuk meg. Az ismert okok miatt ugye, hogy egy csoportos lett az NB1B, nem nagyon lehetett tudni, hogy milyen lesz az NB2, nem csak ebben a csoportban, hanem egyáltalán. 4 fordulót telt el, most már nagyjából be lehet kalibrálni, hogy milyen ez a csoport és hova ért oda a Fehérgyarmat. Igazából én már ezt évelején tudtam, amikor már véget ért a tavalyi bajnokság, akkor tudtam, hogy sok volt NB1-es, NB1B-s játékos nem fogja vállalni ezt a hosszú utakat ugye NB1B-be. Úgyhogy nagyon sokan le fognak jönni NB2-be. Én már akkor tudtam, hogy nagyon erős bajnokságunk lesz, ami be is bizonyosodott. Én szerettem volna igazából ettől függetlenül a játékos keret, hogyha összejött volna nem csak 7 ember, hanem a cserepad is hosszabb lett volna az első 5-be kerülni, így az első 8-ba szeretnék lenni. Következő meccs után jön egy pici szünet a bajnokságban. Hol játszottok? Jön a Hajdúböszörmény hozzánk, mindent meg fogunk tenni, mert eddig hazai pályán nem sikerült győznünk. Reméljük, hogy a Böszörmény meccset behúzzuk, és sok sikert kívánok a Nyírbátornak. A Nagykálói VSE megalakulásának 100. évfordulója alkalmából rendezett kosaras találkozón emléktáblát avattak Sitko Ernő tiszteletére a Korányi gimnáziumban. A későbbi 149-es válogatott kosaras Papp László fedezte fel a sporták számára. Életemben mindig a sport főszerepet játszott. Természetesen minden gyerek abban írt, minden futballista akart lenni. Aztán utána általános iskolába, felső tagozatba kézilabdáztam. Aztán itt pedig nem volt más választás a kosárlabda, a Schreiber tanár úr irányításával, és akkor itt ismertem meg. Aztán főiskolás koromban pedig Máté János volt ott az edzőm, és akkor a főiskolán kosaraztam, és akkor 84-ben végeztem, akkor ide kerültem a Korányiba, és akkor átvettem a stafétás Schreiber tanár úrtól, és akkor elkezdtem itt oktatni a gyerekeket a kosárlabdára, a fiúkat, lányokat. Nagyon sok csapatom volt, nagyon büszke vagyok rájuk, és Ernő pedig 1986-ban került ide a Konányi gimnáziumba, és akkor kiszúrtam, mint hogy nagy tehetség, mert egy az, hogy amikor a tornasorban volt át az elején, akkor nagy Langalita volt, megkérdeztem, hogy honnan jött, hát Kálosemjénből, akkor is tudni való, hogy a Kálosemjénnek roppant tehetséges emberek. Sitkú volt, a Sitkú pedig nagyon okosak, és nagyon jól focizott, és akkor tehát meg volt neki a magasságához képest a jó gömbérzéke volt, és nagyon gyorsan megtanulta a kosárlabdának az alapjait, és amikor ezeket elsajátított, akkor került az NSZ-be, és utána pedig, amikor láttam, hogy nem más, hogy már az ő kinőtte, illetve a tehetsége az tovább kell, hogy menjen, akkor megfogtam a kezét, és azt akkor a Nyíregyházára bevittem a Máté János tanárúhoz, és akkor ő volt az edzője, utána pedig nagyon sok edzője volt neki. Mi volt Sitkó Ernőnek a sikere, ami ennyire a magyar élvonalból is a krémek-krémek közé emelt őt? Hát egy az, amit hozott otthonról, az nagyon-nagyon fontos
Aztán talán Grunda János fogalmazta meg azt, hogy a fiataloknak azt üzente, hogy 3H-val kell élni, hittel, hűséggel és humorral, és utána ő kiegészítette még egy negyedik H-val, hogy Hungária. Tehát ő egy hittel készült arra, hogy na most, hogy ő hitt magába, hogy ő belőle lesz egy nagyon jó kosárlabdázó. És akkor ez vitte ahhoz, hogy az ország legjobb bajai közé kerüljön. Aztán utána, amikor ő végzett, akkor és sportszakember lett, sportirányító, akkor ő ezt mind hűséggel szolgálta. És volt egy óriási emberi tulajdonsága, a humor, ami ez, a nevetése most is a fülemben van. És az, hogy ő tehát a legnagyobbakkal is tudott szót érteni, illetve kommunikálni, de ugyanúgy a legkisebb palántás, kosaras palántás gyerekekkel is szót tudott érteni, és meg tudta őket fogni. Tehát volt egy olyan kisugárzása Ernőnek, ami más emberben nem biztos, hogy benne volt. És a negyedik H, ahogy mondtam, a Hungária, és akkor az vezette, hogy 149-es válogatott volt. Tehát, és volt évi játékosa is, tehát óriási karrier futott be. Miért tudnád ajánlani a mai fiataloknak, mi a jó a kosárlabdában, kosárlabdázásban? Itt a Korányi gimnáziumban most újból letettük az alapokat, és úgy kialakul egy új nemzedék, és nagyon örülök neki, hogy nagyon sokan kosárlabdáznak. Egy az, hogy egy csapatsportág, ami fantasztikus, jó nevelő hatása van a gyerekekre. Aztán, amint maga a kosárlabda egy roppant, egy gyors játék, és nagyon, technikailag nagyon ott kell lenni, a topon kell lenni, hogy meg tudjuk azokat oldani, tehát azt jelenti, hogy nagy munkát kell belefektetni, és maga pedig az, hogy roppant látványos, hogy sportág, tehát nagyon megfogja a fiatalokat. Nem véletlen, hogy itt Nagy Kállóban és a szabadtéri kosárlabda pályán olyan sokan kosaraznak már. Hogy ismerkedtél meg a sportággal? Már kisgyerekkorom óta, hát úgy mondhatóan sportos családból jöttem itt Nagy Kállóban, a rokonságban, édesapámtól kezdve a nagybátyáimon keresztül mindenki sportolt. Ők igaz asztaliteniszeztek, de itt a gyerekkoromban minden sportágat kipróbáltunk, úszástól, atlétikától, korcsolyán keresztül. Nagyon nagy sportélet volt akkor a gyerekeknél. Általános iskolában sokat pingpongoztunk, játszottunk, és akkor már kedvelt volt a kosárlabda, kezembe került, és azt az élményt, amikor abba a kis átmérő gyűrűbe be kell dobni a labdát, az felejthetetlen, és ezt minden gyereknek tudom ajánlani, és nem kell ezt ajánlani, mert nagyon sokan űzik ezt a sportágat. Nagyon jó elődeim voltak a felnőtteket nézve, megkapott ez a sportág, és nem utolsó sorban az, amikor középiskolába kerültem, és Szalka Géza, illetve Schreiber Jóska kollégák megismertettek ezzel a sportággal, és onnan elindult ez a kosárlabda szeretet, ami a mai napig kitart. A Nagykállói Városi Sportegyesület 100. születésnapját ünnepeljük, te még sportoltál ebben az egyesületben is. Milyen emlékeid vannak abban az időszakból? Nagyon szép emlékeim vannak. Már ott gyerekkorban, amikor lehetőséget kaptam itt a nagyok között játszani, középiskolás koromban is, nagyon jó volt. Befogadtak, segítettek. Talán kiemelhetem azt a részét, hogy nem feltétlenül a kosárlabdához, de Orosz Jancsi, aki mindene volt a sportágnak, vele nagyon sokat beszélgettünk, illetve játszottunk is együtt, figyelemmel kísérte a játékot, inspirált is bennünket. Nagyon nagy élmény volt már akkor. A második élményem pedig az, amikor a főiskola befejezése után, ahol egy kicsit magasabb szinten is volt szerencsém játszani, visszatértünk ide, és azt gondolom, elég szép sikereket is értünk el. A 90-es évek közepén megalakult külön egyesületként a Nagykállói Kosárlabdázók Egyesülete, amelyiknek alapillére voltál, edzőként is tevékenykedtél. Mi volt annak a csapatnak és az eredményeknek a titka? Én azt gondolom, hogy az a Nagykállóhoz való kötődés, ami bennünket itt tartott, illetve visszahozott, alapvetően ez volt az alapja annak, hogy sikereket értünk el, illetve talán nagybetűk
szóként is mondhatom, a csapatmunka, mert nem voltak kimagasló játékosaink, de az az egymásért való felelősségvállalása, az, hogy mindenki örömmel jött edzésre, mérkőzésre, az meghozta a gyümölcsét. Voltak nagyon ügyes játékosaink, és én azt gondolom, ez az összetartozás és ez a kötődés, ez volt az alapja a sikereknek. Ennyi fért a mai Sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, a viszontlátásra!